Az idén 30 esztendős százszor szép bölcsödében mintegy 80 kisgyermekről gondoskodnak. Az itt folyó munkát nagyban segíti az adomány, mely most került átadásra. Mintegy 10 évre elegendő játékot tudnak vásárolni, abból a több mint 1,8 millió forintból, ami az első székesfehérvári jótékonysági estélyen befolyt adományokból jött össze, itt a százszor szép bölcsödében. Az intézmény egyébként mozgásfejlesztő udvari játékokra fordítja majd az adományt. Így olyan környezetben cseperedhetnek a kisgyermekek, amely fejlődésük szempontjából fontos, meghatározó. Ez egy óriási előrelépés lesz, hiszen a gyerekeknek nem csak egyéb játékeszközökre van szüksége, hanem arra is, hogy az udvari tevékenységüket is hasznosan, motiváltan tudják eltölteni, és a motivációnak az eszköze az a játék, ami ott van. Ehhez nagyon fontos volt ez a támogatás. Miklós Erika opera énekes, az Önkéntesség Európai Évének nagykövete úgy fogalmazott, fontos, hogy az ilyen programok a közösséget erősítik. Boldogan mondhatom, hogy nagyon sikeres volt ez az év, hiszen nagyon sok olyan dolog történt, amivel felhívtuk a figyelmet arra, hogy mindenféle téren mennyire fontos az, hogy egyáltalán adományozzunk, hogy egy-egy gesztussal, önkéntes gesztussal segítsük olyan embereknek az életét, olyan szervezeteknek az életét, akik erre rászorulnak. Meghatározó volt az is, hogy a célok megvalósításában a szülők is szerepet vállaljanak. Mi már egyeztettünk erről nagyon sok szülővel, akik mindannyian készségesen szeretnének ebbe beszállni. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a bölcsödének segítsünk. A jótékonysági rendezvényt hagyományteremtő céllal hívták életre, mondta a tájékoztatón Székesfehérvár polgármestere. Van hajlandóság abban, hogy akik ezt megtehetik a közösség számára egy ilyen nemes cél érdekében, mint például most ennek a bölcsödének a játszóeszközeihez való hozzásegítése, szívesen adják a lehetőségeikhez képest a támogatást. Az első székesfehérvári estélyen összegyűlt támogatást ma adták át a bölcsödében, ahol az ünneplés mellett a gyerekek mindennapjaiba is betekintést nyertek a vendégek.